Sziasztok, a nevem Veronika, és ez itt a Valódi Bűnesetek. A mai részben egy gangster családról fogok nektek beszélni. Annak megalakulásáról, felemelkedéséről és bukásáról. Ez a család akkora hatással volt, főleg az amerikai popkultúrára, hogy lett egy közös pont velük és a kacsamesékkel, a Bonnie M-mel, az ifjú Robert De Niroval, a The Goonies-zal és Lady Gaga-val. És számos más filmbeli karakterrel. Na de hogy mi ez, azt majd a videó végére megtudhatjuk. Annyit röviden hozzáteszek, hogy sokszor fogom emlegetni azt, hogy ma Barker. A ma az a mother, azaz az anya szóra fog utalni. Úgyhogy kezdjünk is bele, hogy ki ez a ma Barker. A nő neve eredetileg Kate Barker volt. De mindenki, a politikusok, a bűnözők és a rendőrök is ma Barkerként utaltak rá. A nő a középnyugatról származott, és az FBI legkeresettebb anyja jelzőt kapta az 1930-as években. J. Edgar Hoover az elmúlt évtized leggonoszabb, legveszélyesebb és legleleményesebb agyának nevezte a nőt. Sokan úgy gondolnak két Barkerre, mint egy vidéki asszonyra. Mások viszont a Barker Carpis banda megalapítójának tartják, aki vélhetően több pénzt lopott, mint John Dillinger, Bonnie és Clyde és Vern Miller együtt véve. A gangster matriarcha, az ország négy legveszélyesebb bűnözőjének az anyja, egyszerű farmlányként kezdte. 1873-ban született, Missouriban, Ash Grove-ban. Valódi neve Arizona Donnie Clark volt, de ezt sohasem szerette, ezért változtatta meg később Kétre. Szülei Emmeline és John Clark skót-ír bevándorló pár volt, egy farmon éltek, ott próbálták nevelni négy gyermeküket, és nagyon egyszerű életet éltek. Kate alig 7 évesen vesztette el az imádott apját. Az anyja később újraházasodott. Az apja helyét Ruben Reynolds ügyvéd vette át, aki magával hozta ebbe a kapcsolatba a két saját biológiai gyermekét is. És Kéttel és testvéreivel sokkal rosszabbul bánt, mint a sajátjaival. Így nagyon hamar kiütköztek az ellentétek Kate és a nevelőapa között. A lánynak lázadó természete volt, és oda volt a törvényen kívüliekért. A kis Kate a szobájában elbújva olvasta a magazinok cikkeit a Dalton banda és Jesse James bank és vonatrablásairól. A lány gyermekkorában Jesse James és társai a címlapokra kerültek, mivel Missouri szerte bankokat raboltak ki. Egy alkalommal még Ash Grove-on is átlovagolt a banda, és ez örök élményt hagyott a két lelkében, és ez felgyújtotta benne a kalandvágyat. Amikor Jesse James-t 1882-ben megölték, akkor az alig 9 éves két bálványa egyszerűen semmissé vált, eltűnt, és a lány nagyon összeomlott akkor. Nagyon sokan úgy tekintettek Jesse James-re és a hasonló banditákra, hogy ők erkölcstelenek és félelmetesek. Viszont a szegény nép, köztük két is, egyfajta bálmányt láttak benne. Egy olyan elképzelést testesítettek meg ezek a törvények kívüliek, hogy még a szegény nép is tud egy-egy szeletet kapni abból a bizonyos tortából. Kétnek vörös haja és gömbölyded alakja volt. Heves természetű volt, viszont a szeme intelligenciáról és hűvös természetről tanúskodott. Ahogy öregedett Kate, a 162 cm magasságával mégis elég nagy benyomást tett bárkire, akivel találkozott. Forrófejű, érzelmes és makacs volt, és sikerült rávenni a férfiakat arra, hogy azt tegyék, amit ő akar, amit ő mond. A Dillinger banda tagjának, Davisnek a barátnője, Edna Murray azt írta, hogy a férfiak egyszerűen nem voltak képesek nem azt tenni, amit Ma Barker mondott. Courtney Riley Cooper szerint két képes volt egy átszát húzni, amely azt mutatta, hogy ő kiegyensúlyozott, szelíd, de ez nem volt igaz. J. Edgar Hoover egyetértett a történésszel, és 1935-ben a nagy nyilvánosság előtt azt mondta, hogy a nő szemei furcsán közvetlenek, áthatóak, de mégis hipnotikusan hidegek.
Olyan, mintha egy pisztolycső torkolatával néznél szembe. Armin Karpis szerint, aki a Barker Karpis banda egyik tagja volt, azt mondta, hogy ő nem ért egyet G. Edgar Hooverrel és a történésszel. Ő szerinte két egy nagyon egyszerű, babonás, hiszékeny, otthonülő nő volt, aki általában törvénytisztelő volt. Nos, minden nézőpont kérdése. Két 1892-ben 19 évesen hozzáment egy nála 10 évvel idősebb gazdálkodóhoz, farmerhoz. A szülei nem voltak teljesen megelégedve az ő választottjával, viszont ugye két lázadó volt, tehát már csak azért is a férfi mellett tartott ki. A férfi teljesen ellentéte volt kétnek. Egy nagyon szerény, visszahúzódó férfi volt, de nagyon ragaszkodott kéthez, és megígérte a nőnek, hogy annyi pénzt fog szerezni, amennyit csak tud, hogyha a nő kitart mellette. George egy alacsony, sötét arconású, kékszemű férfi volt, akinek nem volt nagy motivációja az életben. Eléggé visszahúzódó is volt, így két lett a kapcsolatban a domináns. Még Hoover is úgy jellemezte a férfit, mint akinek nem voltak nagy ambíciói. De ez nem feltétlenül igaz, hiszen George több helyi bányában vállalt állandó munkát, emellett otthon kukoricát, babot termesztett, tehát alacsony bevételei voltak, de azt több helyről kapta, és ez stabilan. A férfi egy dolgos ember volt, és egy nagyon egyszerű bányász kunyhóban laktak. De ez közel sem volt az, amire Kate vágyott. George megígérte Kate-nek, hogy ezt a kis kunyhót egy tanyává fogja felfejleszteni. Teltek múltak az évek, és született 4 gyermekük. A legidősebb Herman, majd követte őt Lloyd, Arthur és Fred. Két otthon volt, nevelte a 4 fiút, a férfi rengeteget dolgozott, viszont nem hanyagolta el a fiait. Nagyon sokat foglalkozott vele, amennyit csak az idejéből kitelt, elvitte a fiúkat horgászni, megtanította őket lőni, viszont ez kétnek még mindig nem volt elég, főleg az anyagi oldal. Két minden vasárnap ment a templomba, magával vitte 4 fiát, és egy bibliát hordott mindig magánál. Az FBI viszont később azt mondta, hogy a fiúk írástudatlanok voltak. Egyre jobban elvarultak a fiúk, és eleinte kisebb balhékat csináltak a fiúk, például köveket dobáltak be az ablakon, és ebből lettek a bűncselekmények, például pénztárcákat loptak a templomban. A Barker fiúkat már iskolás korukban bűnözőkként ismerték. Herman 1910-ben egy autón menekült el egy bankrablás helyszínéről, és menekülés közben egy kisfiút is elütött. Tehát nagyon-nagyon hamar a rendőrség látókörébe kerültek a fiúk. Az anyjuk mindvégig kitartott a fiai ártatlansága mellett. Azt mondta egyszer a rendőrfőnöknek, hogy ezek a fiúk teljesen ártatlanok lennének, hogyha a rendőrség nem piszkálná őket állandóan. Ahogy két látta a fiait, őket nem kellett megbüntetni, hiszen nem csináltak soha semmi rosszat. Ha valamelyik fia börtönbe került, két mindig megpróbálta valahogy őket kiszabadítani, és ez ugye arra vezethető vissza, hogy az ő bálványa az Jesse James volt. Tehát következésképpen két arra tanította a fiait, hogy a bűnözők a hősök. Hoover szerint a Barker fiúk azért váltak bűnözővé, mert az anyjuk nagyon elkényeztette őket. Bármit tehettek, mert soha nem kaptak büntetést. Ha George, az apjuk, próbálta őket megbüntetni, akkor két ettől csak ideges lett, már maga a büntetés szótól. Ugye, mert ártatlanul gondolta a fiait, nagyon is elkényeztette őket, és hallani sem akart semmiféle büntetésről. Ha két valamelyik fiát lecsukták, akkor megjelent rögtön az anya, és elkezdett könyörögni, sírni, kiabálni, vagy volt, hogy kenőpénzt ajánlott a rendőröknek, hogy csak tüntessék el a bizonyítékokat, levelet írt a feltételes szabadalábrahelyezési bizottságnak a fiai érdekében.
Két mindig sikerrel járt, hiszen a fiúk büntetését vagy sikerült megszüntetni, vagy jelentősen csökkenteni. 1918-ban Arthur Barker és társai autót loptak, de lebuktak, letartóztatták őket, és a Tulsa megyei börtönbe kerültek. 1920 Valentin napján viszont megszöktek egy kis fűrészt, és kénsavat használtak. Miután a cella rácsait erodálták, felmásztak a tetőre, ahol kötél várta őket, hogy a külső falon le tudjanak mászni. Úgy gondolják, hogy ma Barker is be volt ebbe a szökési tervbe avatva, hiszen a szökés előtt nem sokkal ma Barker meglátogatta a fiát. Valószínű, ő csempészte be valahogy a kötelet, meg a kis fűrészt és a kénsavat is. Az újrakezdés érdekében a család Tulsába költözött. Ugye a család megpróbált elmenekülni a bajok elől, viszont a baj ugyanúgy ott maradt a családon belül, és a törvény hamarosan utolérte őket. A fiúk csatlakoztak a Central Park genghez, és 1915 és 27 között letartóztatták őket többek között rablásért, autólopásért és gyilkosságért is. Lloyd volt a második legidősebb fiú, ő részt vett egy vonatrablásban, de elkapták, és emiatt 25 év börtönbüntetést kapott. 1927-ben Herman lelőtte Cserif helyettest, mert az látta, hogy lopott bankkötvényeket próbál beváltani. A szökése, a bujkálása egy hónapig tartott, majd mikor megpróbálták letartóztatni, a fiú, Herman, inkább öngyilkos lett. Az utolsó szavai elvileg az volt, hogy bocsáss meg, anya. Fiúk elvesztése mélyen érintette Barkert és a férjét, bár mindketten máshogy dolgozták fel. A nő még mindig folyamatosan bátorította a fiait a bűncselekményekben, és a házuk egyfajta bűnügyi helyszínné vált. Kiderült, hogy Barker kicsit túlságosan is élvezte ezt a társaságot. Az FBI szerint Barker gyakran megcsalta a férjét, de ez nem volt meglepő, hiszen nagyon ellentétes volt az ő személyiségük. A nő tiltott italboltokba, szórakozó helyekre járt, rossz hírű férfiakkal, akik elhalmozták őt ajándékokkal. Végül George elhagyta a családot, nem lehet tudni, hogy az asszony félrelépései miatt, a fia elvesztése miatt, vagy az, hogy az otthona egy bűnügyi helyszínné vált, viszont 1928-ban Joplin nevű városba ment, hogy egy benzinkutat üzemeltessen. George soha nem tért vissza a családjához. A fiúk elvileg jóhiszemű bűnözők voltak, és az anyjuk irányított mindent, viszont Ma Barkert mindig csak bűntársnak, cinkostársnak vádolták. Soha nem volt ellene elegendő bizonyíték, és soha nem tartóztatták le. A nőnek legalább 5 álneve volt, és segített az áruk elrejtésében és a pénzmosásban. Amikor költözniük kellett, Carpis azt mondta, az volt a tökéletes trükk, hogy előadták, hogy anya és fiai költöznek, hiszen ez tűnt a legártatlanabbnak. 1927 és 30 között két egyedül élt egy kunyhóban, Tulsában, a fiai börtönben voltak, a férje elhagyta, úgyhogy egyedül érdekelt, amikor találkozott Arthur Dunlop-pal, aki bár jól öltözött volt, de munkanélküli is egyben. Dunlop beköltözött a kunyhóba, és hamarosan kiengedték Fredet, aki magával hozta Alvin Carpist is, az egykori cellatársát. És ez volt az az idő, amikor megalakult a Barker Carpist banda. Carpist visszaemlékezett, és azt mondta, hogy Ma Barker hagyta, hogy a férfi kihasználja őt. Dunlop szeretett inni, és egyfajta puppa háton figura volt. A bandák viszont nem szeretik a szószátjárokat, egyszer pedig majdnem lebuktak, majdnem kiderült, hogy hol van az ő rejtek helyük. Feltételezték, hogy Dunlopnak járt el a szája. Így megszabadultak a férfitől. Azt mondták Kate-nek, hogy Dunlopot Chicagóba küldik, viszont ez nem volt igaz, hiszen felbéreltek egy Jack Pfeiffer nevű bolondot, aki lelőtte a férfit, és 1932-ben megtalálták Dunlop testét a folyóban,
Három golyó ütötte sebb volt a testén. Fred és Karpis kiraboltak egy üzletet, és lelőttek egy sheriffet. Két ekkor vált körözött bűnözővé a Vantage pósteren $100 jutalmat ajánlottak érte. Barker nem volt többé biztonságban, ezért St. Paulba menekült, ahol a bűnözők biztonságban tudhatták magukat. És hogy mi volt az a hely, erről csináltam egy infóvideót, amit majd belinkelek a videó alá is, és ide is, és akkor megismerkedtettek jobban St. Paul-lal és a zöld lámpás mulatóval, ahol a gengszterek és a rendőrök között egyfajta megállapodás működött. Tehát két Barker itt húzta meg magát egy ideig. És nem csak a nő, hanem a Barker Carpis banda többi tagja is, akik éppen menekültek. Ami a Barkereket illeti, szívesen jártak a zöld lámpás szalomba, és volt egy szilveszteri buli, 1931-32 szilvesztere, amikor szinte az összes nagymenő bűnöző ott volt. És ők is részt vettek ezen a szilveszteri partin, és ez helyezte őket a bűnözők térképére. Karpis azt állította, hogy soha nem gyűlt még össze ennyi bűnöző egy szobában, az Egyesült Államokban, mint ezen az 1931-es szilveszter éjszakán. 1932-ben Fred, Arthur és Karpis bankokat raboltak ki, több tisztet és köztük egy civilt is lelőttek. A leghalálosabb banda lett az Egyesült Államokban. 1933-ra már gazdagokat raboltak el. Elrabolták William Hamm Jr.-t, a Hamm Brewery Company elnökét. Ő érte $100,000 váltságdíjat követeltek, és meg is kapták, megszerezték a pénzt. Egy évvel később elrabolták Edward George Brumer Jr.-t is, a kereskedelmi bank elnökét. Ő érte viszont már $200,000 követeltek, és ez is sikerült nekik. Függetlenül attól, hogy két Barker közvetve vagy közvetlenül részt vette az emberrablásokban, meglehetősen élvezte ennek a hasznát. Az FBI arról számolt be, hogy luxus életet élt két. Drága ruhákat és bútorokat vásárolt magának. A fiai is elhalmozták nagyon drága ajándékokkal, ékszerekkel, ezüsttárgyakkal. Míg Amerika többi embere a filléreket kaparta föl a padlóról, hiszen ekkor volt a nagy gazdasági világválság, addig két előkelő drága éttermekbe járt, serit ivott esti szórakozóhelyeken, és élvezte az életet. Végre azt az életet élte, amit mindig is akart, amit férje George nem tudott számára megteremteni, viszont a fiai igen. A 30-as évek közepére, mivel a legtöbb híres, hírhedt bűnöző már börtönben volt, ezért az FBI az összes energiáját a Barker Karpis banda elfogására fordította. A banda tudatában volt ennek, hogy őket körözik és el akarják fogni, ezért egy időre különváltak és elbújtak. 1935. január 8-án elkapták Arthurt, és a lakásán végzett házkutatás során találtak egy térképet és egy levelet. A levél főleg egy Old Joe nevű emberevő alligátorról szólt. Az FBI ezeket a nyomokat használta, és találtak is egy tavat, ahol él egy alligátor, és az a neve, hogy Old Joe. Majd azt is megtudták, hogy Fred és az anyja egy házat bérelnek a Ver tó partján. Kate és a fia, Fred, napjaikat azzal töltötték, hogy erre az alligátorra vadásztak, és erről írtak Arthurnak, de soha nem gondolták volna, hogy ez a levél vezeti el az FBI-t a házukhoz. Január 16-án a szövetségek körülvették a házat, és felszólították Kate-et és a fiát, hogy adják meg magukat. Egy 4 órás lövöldözés kezdődött azzal, hogy Fred egy géppisztolycsövét kirúgta az ablakon. A lövöldözés végére Kate és Fred is meghalt. Hoover szerint Kate a haláláig harcolt, és egy kopott Thompson géppisztolyt találtak a nő kezében. Ennek ellenére vannak olyan részletek, amelyek kétségbe vonják, hogy ez az idős nő egyáltalán meg tudott volna tartani egy géppuskát, nemhogy még órákig tüzeljen az FBI tagjaira. Mások, akik kutattak az ügyben, azt mondják, hogy az első fényképen
még nem látható két holttestének a kezében géppisztoly, utána a többi fotókon meg már igen. Ennek ellenére J. Edgar Hoover a sajtóhoz fordult, és ekkor nevezte két Barkert, azaz Ma Barkert, az elmúlt évtized leggonoszabb, legveszélyesebb és legleleményesebb bűnözői agyának. Valószínű, így próbálta igazolni egy fegyvertelen idős nő meggyilkolását. A kétszintes ház, ahol ez a lövöldözés, ez a több órás lövöldözés történt, az Oklahomában a Vertó partján állt, és Bradfordék tulajdonában állt, tőlük bérelték a békerék. Bradfordék vagy 50 éven át nem engedtek be senki civilt a házba. Majd a lövöldözés 50. évfordulóján nyitották meg a közönség felé. Lehetett látni akkori bútorokat, néhány bútoron még ott volt a golyó, ütött egy nyom is. Később a Bradfordék eladták egy vállalkozónak a házat, aki átköltöztette a házat egy másik megyébe. A ház állandó helye Coney Islandre került. Hatalmas turista hullám indult, hogy megnézzék a házat belülről. Joe Vogue már nagyon régóta érdeklődött a lövöldözés iránt, és nagyon beleásta magát ebbe a témába, és előadásokat is tartott. Vogue a lövöldözés részleteit is elárulja, azt mondja, hogy 14 ügynök vett részt ebben a lövöldözésben, és először könggázt próbálta bevetni, de az nem járt sikerrel. A reggel 7 órakor kezdődő lövöldözésben körülbelül 950 lövést adtak le, bár egyesek szerint ez a szám magasabb. Fred ablakra rohangált és lövöldözött, hogy azt higgyék az ügynökök odakint, hogy többen vannak bent a lakásban. A lövöldözés 11 óra körül ért véget, és ekkor a szövetségek bementek a házba, és az emelet hálószobájában rátaláltak Mára és Fredre holtan. A talált váltságdíj egy részét a banda kubai munkatársai váltották át a kis címleteket $1000-os bankjegyekké, amelyekből elég sokat megtaláltak Fred derekán lévő derékszíjon, és Ma Barker pénztárcájában is találtak $10,000. Erről az átköltöztetett házról azt mondják, hogy kísértet járta, több paranormális kutatást is végeztek ott. Persze az embereket a mai napig foglalkoztatja ez a történet. Ma Barkert és Fredet haláluk után még 8 hónapon át kiállították Stempile temetkezési irodájában. Bár elég morbid, de nagyon sok ember ment el, hogy megnézze a holttesteket. A mai napig, hogyha szóba kerül a Barker FBI lövöldözés, főleg Amerikában, akkor még mindig nagyon sokan felkapják erre a fejüket. Mivel Herman annak idején öngyilkos lett, Fredet megölték, Ma Barkert megölték, már csak két fiú maradt a bandából, és Alvin Karpis. A két fiú, aki még életben volt, az Arthur és Lloyd. Arthurt bűnösnek találták, és életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, és a San Franciscó-i Alcatrazba zárták. 1939. január 13-án Arthur megpróbált megszökni Henry Young és Rufus McCain foglyokkal együtt. Viszont Arthurt menekülés közben lelőtték, és meghalt. Youngot és McCaint elfogták, és magánzárkába zárták. Már csak egy fiú maradt, Lloyd. Őt 1922-ben börtönbe zárták vonatrablásért. 25 évet kapott. Ő csak a rács mögül az újságokból értesülve követhette a testvéreinek a bűneit. Lloydot közel 10 év után pont szabadlábra akarták helyezni, amikor a testvérei, Fred és Arthur 1934-ben Amerika közellenségévé vált, és így a szövetségiek nem mertek felelősséget vállalni, hogy ugye még Lloydot is kiengedik. Tehát akkor a feltételes szabadlábra helyezést megszüntették. Végül 1938-ban engedték feltételesen szabadlábra. Lloyd 16 év után akkor szabadult, amikor még ugye Arthur az Alcatrazban ült. Még egy évig volt életben a testvére, és utána történt az, hogy megpróbált megszökni az Alcatrazból, és lelőtték. Tehát Lloyd ekkor maradt teljesen egyedül. Nem tudott mit tenni, ezért elköltözött az apjához, Georgehoz.
1941-ben George meghalt. Ő volt az egyetlen egy a család tagjai közül, aki törvénytisztelő volt, és aki természetes halállal halt meg. Ebből már tudhatjuk, hogy Lloyddal is történt valami, na de hogy mi, azt mindjárt kifejtem. Lloyd az oklahomai Welshben temette el az apját. Ma, Fred és Herman mellé. Lloyd ezután csak sodródott, majd 1942-ben Coloradoba költözött, feleségével Jean-nel és a nő fiával és lányával. Majd később született egy közös gyermekük is. Lloyd egy menedzseri asszisztensi állást töltött be. 1949-ben egy átlagos napon Lloyd hazament. Megpróbált bemenni a hátsó ajtón, viszont az ajtó túloldalán a felesége Jean állt egy sörétes puskával a kezében. A nő az ajtó ablakán nyújtotta ki a puskát és sütötte el a fegyvert, a férfi nyakát találva el. A nőt a pszichiátriai intézetbe vitték, és azzal próbált érvelni, hogy ő ártatlan, megpróbálta az őrültségre hivatkozni. Ez nem jött be neki, és férje meggyilkolása miatt életfogytiglani börtönbüntetést kapott, és az őrültek házába szállították. Lloyd 51 éves volt, és ez volt a vége a Barker bandának. Ami Alvin Karpist illeti, 26 évet töltött az Alcatrazban, ami a börtön történetének leghosszabb börtönbüntetése, majd Alvint a börtön bezárása után átszállították egy másik börtönbe. Karpist a washingtoni McNair-szigeti büntetés végrehajtási intézetbe szállították át, ott töltötte le a maradék éveket. 1969-ben feltételesen szabadlábra helyezték, majd szülőhelyére Kanadába deportálták, és Montrealban telepedett le. 1973-ban Spanyolországba költözött, majd 1979-ben 72 évesen elvileg túl sok altatót szedett be, és meghalt. Mivel bűnöző volt, ezért a mai napig nem tisztázott, hogy természetes halállal halt meg, véletlen túladagolásból, vagy valaki segített neki. Tehát a Barker Karpist tagja mind meghalt, összegezve, hogy ki hogy halt meg. Ma Barker Freddel 1935. január 16-án a 4 órás lövöldözésben a Vertó partján. Herman öngyilkos lett menekülés közben. Lloydot a saját feleség előtte le. Arthur pedig az életfogytiglani börtönbüntetését próbálta kicsit megrövidíteni, és próbált megszökni, őt szökés közben lelőtték. Alvin Karpist Spanyolországban túladagolásban halt meg. Visszatérve Ma Barkerhez. Akár az ötletgazda volt, akár nem. Akár részt vett a fiúknak a bűncselekményeiben, akár nem, akkor is hatalmas hatást gyakorolt a popkultúrára. Számos filmet, dalt és képregényt ihletett. És azt már a videó elején is elmondtam, hogy van egy közös pont. Nos, Ma Barker a közös pont a kacsamesékben. Ő ihlette Ma Beagle karakterét. Shelley Winters színésznő 1966-ban a Batman sorozatban alakította a kitalált karaktert, majd az 1970-es Bloody Mama-ban vitte tovább ezt a karaktert, és itt játszott együtt a fiatal Robert De Niroval is, aki a Fred szerepét kapta meg. Ma Barker ihlette Fratelli Mamát a The Goonies-ban. A Bonnie M 1977-ben jött elő a Ma Barker életét feldolgozó slágerrel, a Ma Barkerrel, R betű nélkül írták, de a nő életét dolgozzák fel. Sőt, még Lady Gaga is visszautalta a Bonnie M-re és Ma Barkerre is a Poker Face című dalában. Amikor elkezdtem foglalkozni ennek a gangster családnak az életével, még nem tudtam, hogy a kacsamesékig lyukodok ki. Remélem, ez a videó is tetszett, ha igen, akkor kérlek nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, hogyha még nem tettétek meg, és ha megnyomjátok a harangikonnál az összes értesítést kérek, akkor értesítést kaptok, hogyha bármi történik a csatornámon. Remélem, a következő részben találkozunk, addig is. Sziasztok!